Csináltam gyors egy szörpet is akkor már. White Key 10 csapat megindul. És megint rossz oldalt leszek, mert ugyebár ez a játékmód, ez a kijelzőt a másik oldalon tartja. Nem értem egyébként tényleg, hogy ezt miért kellett, hogy váltogatni a kijelző helyszínét. Semmi értelme. Egyszer jobb, egyszer bal oldalt van. Miért? Miért nem jó, ha ugyanott van mindig? Mint ahogy egyébként a valós meccseken is mindig ugyanott van. Lássuk, milyen tímet kapunk. Bronx Baskets. Nem, Ewing nincsen. Aldridge van. PJ Brown, aha, érdekes. Jó. Ő is most játszik először, nulla win. Nulla lose. Eddig tetszik. Minden egyes layup az... Nem jó. Ja, értem, tehát az én layupjaim nem jók, de az övé igen, oké? Úristen, Giannis féle büntetőbe megy. Egyszer volt az el. Ez hogy nem offenzív szíszeköz benne át? Jó, hát egész végig levédtem. Hogy volt wide open? Ez sem, nem volt. Nem volt wide open. Ez a falt nélküliség, ez komoly bazd meg amúgy. Steel. Pass meg. Na jó van. Kezdjünk neki, bazd meg, a midrange-eknek arra nem számítanak. Triplát fogja, a midrange-et nem fogja, a close shot-ot fogja. Ugye ennyi, nincsen más opció. Ezt meg le kellett volna de hogy lehet ilyen balfaszú fajtolni, geci? End van. Persze. Giannis, bazd, nálam egy szarrakás egyébként. Gilárd. De tényleg, ilyenkor szoktak az edzők ordibálni, mert ilyet nem csinálsz, tehát vagy nem fajtolsz, ugye? Vagy ha már fajtolsz, akkor már fajtolj, tényleg. Ó, baszki. Szóval csináltam. Rámugrott. Szerettem volna elugratni, de idén, ha elugratod az ellenfelet, rád esik, ami egyébként valószerű, szóval nekem rendben van amúgy. Nem lehet egyszerűen, az meg rajtam olyan szinten rámáll, mint hogyha lenne valami szuper beállítás a játékban, hogy magától rámálljon a defense, nagyon beteg amúgy. Nem tudom, mit csinál pontosan a csávó, de valamit tud csinálni. Valami jó beállítása van, vagy nem tudom. Brutál, hogy mennyire rajtam állnak a játékosok magától. Ezt nem tudom, hogy védekeztük ki. Nézd meg! Beleütközök a... Hihetetlen geci, ilyet láttam a valaha. Hű. Patch. Shooting patch. Akárhol van egy négyzetcenti hely, már greeneli a dobásba az meg a csávó. Ez is, meg a többiek is. Nagyon brutál amúgy. Erre beszélek. Mások a full contesteket bebasszák.
Én meg nem tudok wide open dobni a mai patch óta. Ez véletlen. Ez hol volt egy jó dobás? És akkor Ásdémon azt mondja, hogy te jó a patch, mert hogy eddig bedobták a contestet róla. Hát most is bedobják contestet róla. Sőt, még most hangsúlyozottabban még jobban bedobják, mint eddig bármikor a napokban. Úgyhogy ha ennek örültél, akkor most aztán igazán boldog lehetsz. Ez a csávó is bazd, amikor a kamumak kell, érted? Emberről contest it bang. Igen. Persze. Hát is séri még, igen. To shoot with the drive. Here's Williamson. Now Aldridge covered by Wesson. Azt hittem még az is bemegy. Nincs is üres hely sehol, tehát hogy nem tudom bazzak, hogy lehet ilyen kurva jól védekezni, úgyhogy nulla unlimited meccse van a gyereknek. Illegal screen. Ez illegal screen, ez mekkora bug amúgy idén? Köszi szépen a követést. Offensive 3 seconds, ez nagyon necces volt szerintem, papa. Vörös Tomi, kösz szépen a követést. Jó volt a büntető. Szia! Ki melyben van zárva? Egy pillanat, igen. Az igen. Mondjuk, hát... Nem hoztam át a kulcsot. Az igen. Olyan epikül védekezik a csávó, mint hogyha... Mint hogyha ilyen könnyű lenne így védekezni. Komolyan, nem? Hát azért nézitek is olyan, mint hogyha, ja hát ez olyan nagyon easy, hát így mindenki tud. De nem értem, hogy hogy csinálja amúgy, egyszerűen. Mondom, nulla meccse van a csávónak. Nyomtam a paszt amúgy, haver. De a lepattanókkal mi van, geci? Ott van a kezem. Hát csak közben valaki ki akart menni, amúgy az volt az előbb, aztán ezért nem volt nyitva az ajtó, én nem hoztam át a kulcsot véletlenül otthonra. Aj, de jó a büntető, te kurva jó a büntető! Oké, bassz meg, hogy rohadnál ketté ott, ahol vagy. Veszi. Egyszerűen be voltam akadva a csávóba, és nem tudtam mozogni. Jönnek vissza a kezdők. Ja, jó ötlet volt amúgy, igen. Na, már teljesen kipihenték magukat. Kivétel Lillard, az is mindegy. Ilyenek vannak. Úristen, geci, ez a... 8000-ig covert honnan volt a wide open dobásomban, geci? Azta. Hopp! A green-t blokkoltuk. Haló? Hihetetlen. Az előbb egy wide open dobásra beadott egy kamu 8% contestet, és amiatt maradt ki. Jenny. Máskor meg az arcába állsz, és wide open. Ez tavaly is ilyen volt. Aláírom, hogy elrontottam a release-t amúgy. Én aláírom, hogy elrontottam a release-t, de valószínűleg bement volna, ha nincs contest. Aláírom, hogy egyébként túl nyomtam. De éreztem, hogy nem volt jó. Ja. Excellent, open, ugye? Furcsa fogalmai vannak a játéknak az openről amúgy. Nem gondoljátok? Hogy furcsa fogalmai vannak az openről a játék? Tehát, hogy olyan dolgokra vannak open, hogy konkrétan az orrához hozzáért a hónalja meg a tenyerre, meg ilyenek.
És a Salary Cap izgalmasabbnak tűnik amúgy is. Na ezekről beszélünk. Ezekről beszélünk, a levédekezem fullba, és akkor bekapom a... Úgyis, ugyanúgy bekapom a kosarat. De ezt már sízhet, bekapom, ugye? Ajj, bazzak, jól lecsúszunk. Ezeket még nem értem, hogy hogy csinálják ezeket az idő, ezeket az irányváltásokat, mert én is próbáltam már, de ennyire gyorsan nekem egyik lap, főleg nem ezek, amiket ő aztán nem szokottam úgy irányt váltani. Azt mondjuk komoly, igen. Igen, ott skin volt valószínűleg. És miért az övé? Kivitte a labdát, lehet, hogy hozzáért a... Hogy nem tudom, miért ment oda a játékosom kívülről, de hogy... Lehet, hogy hozzáért. Megeshetem. De most maradnak a kezdők, majd egyszer kéne még cserélni egy picit, aztán utána visszamegyne a kezdők. Ja, nehéz, mert csomó jól játszik az ellenfelem. Főleg jól védekezik. Nice. Hogy? De hát a hacába ugrok, basz meg. Azt hittem kimarad amúgy. Jézusom, mi volt ez a fight? Azt hittem, hogy egy jó nagy blokk lesz amúgy, de... Kértem egy időt, hogy pihenjenek a srácok kicsit akkor már. Igu! Kéne amúgy még egyet cserélni. A Y-ozgat, azt már látjuk, hogy háromszög a gyepésen. Vaj, baszki, pedig ez olyan jó lehetőség voltam. Egészen nagyon élem, 50 órát toltam benne így nap alatt. Kurvára imádtam meg minden, csak most olyan érzésem van, hogy sírtak az amerikaiak, és belepecseltek valamit, amit nem kellett volna. De amúgy kurva jó. Ezen kívül, csak most így, most ez túl hirtelen van, úgyhogy erre most így nem. Ezt most így ne kelljen inkább megmondanom. Azt kellett volna, hogy már nem hagyom őt dobni, hanem nyilván egyszer kijátszok valamit, csak ugye... Ezt másra figyeltem. Mindegy, hál' Istennek nem előről jön. Ez jó. Nincs ideje nagyon. Az már nem elég. Meg lehet bármit venni játékba pénzért, attól nem fogsz megtudni először játszani. Attól nem fogsz jobban játszani. Figyelj, ez van. Nekem nincs akkora bajom vele amúgy. Baszd meg, nálam volt a labda, hát ez mi? Kiszedte a kezemből, geci, a labdát a gyerek. Vegyük már vissza. Persze, hogy neked nem pattan szerencsésen. Fuck you. Úristen, ez hogy nem volt fault, bazd meg! Hogy nem volt ez fault? Jaj, hát értelek persze, érdekesem úgy, igen. Én is furcsának tartom egy picit. De nincs akkora bajom vele ettől, mint. Minden szezonban úgyse fog mindenki elkötni 30 ezer forintot. De annyira lett megvenni a level 40-et, amúgy hogy volt ez green már megint? Elég cink. Hát cinkő szinteket lehet venni, igen, egyetértek. Egyetértek amúgy.
can see the intensity on display here these last few minutes. Odom a screen to the paint to take the lead. And one. Lamar fucking Odom. Azt a jó a büntető már megint idén. Pedig nagyon figyeltem rá, hogy jól csináljam, eskü. Persze, nyilván. Ez a faszom rimrem, meg a nem jó büntető, meg az emiatt esik szét a végdelem, bazd meg. Tényleg ez olyan durító volt megint, hogy jól nyomtam, de akkor a delay volt, hogy elengedtem azonnal és túlcsúszott. Amúgy Antet a helyet, most lehet, hogy Lamart kell hoznunk a domot, mert ő most elég jónak tűnik, az 88. Jó, mindig próbáljunk meg itt, csak ő nem tud dobni, és az hátrány lesz, hogy jól tudom. Janis. De hogy? Ez hogy? Geci egy kézzel megfogta a labda. Igen, rendben. Elveszi a meccset, Geci a játék. Jó, mindegy. Jaj, de undorító volt ez, bassz meg. Set the pick. Lillard with it. Picked up by Brown. And that's going to be too many steps. Traveling violation. Boy, in a game this snug, you can ill afford. Traveling violation. Mire? Just over 2.5 minutes played. Mire volt kétszer indulás? Hol? Haló? Valaki írja le, hogy ez mi volt? Nagyon érdekes volt ez a traveling violation, hogy hogyha így komolyan akarjuk ezt nézni, tehát hogy mentem és egy faltot bebaszott rajtam az ellenfél és traveling violation volt. Ott biztos, hogy nem fogsz átmenni. Damien! Damien! Ó, bassz meg. Ez hogyan csinálta? Faltot meg majd öreg anyám fújja be, hát ugye? Idén ezek nem faltok, ugye, ha meglökik az ellenfelet. Hármasra fog menni, hogy győzzöm. Erre kell most nagyon figyelni. Inkább maradjon Giannis, és Iguodala helyett Odom, mert ő gyorsabb lesz, mert friss. Lillard helyett pedig Williams, ez egy talán jobb védekező emberke. Meg gyorsabb is most. Bryant az marad. Triplára fog menni, nem tudom, hogy hogy kéne csinálni. Nem faltóhatok, mert kettesnél egyenlít, ugye? Jó, az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. 1,6 maradt és nem jó. Jó. Jó, mi van? Comeback bát. Itt izé, szenvedek, mint a nyomorik balfasz és megnyerem végül. Hú, milyen sírásos meccs volt ez megint.
Ezt nem szabad csinálni, összekeszednem magam. Nagyon jó meccs volt amúgy. Az volt benne a nehéz, hogy kurva jól védekezett, és nem tudtam, hogy törjem föl egyszerűen. Plusz ugye a mai patch miatt a release-ek meg nagyon nem kényelmesek. 3888 MT. Very big. Kösz, Krisz. Tű, bazzeg. Ez a meccs, nagyon rosszul játszottunk. Elismerem. Mondjuk Williams az megtette, amit megkövetelt a haza most. Jason. Nagyon rosszul játszottunk ettől még hát. Nagyon. Hű. Amúgy triplából elég gyergyán dobott az ellenfelünk. Egyet dobott be, arra nem tudom, emlékeztek-e, hogy full contest itt volt. Haló? Na mindegy, megkezdtük az unlimited-et, és akkor idén... Mindig az a véleményem róla, hogy a legrosszabb játékmód a játékban. Hosszú is, szenvedős is. Jó is volt az ellenfél nyilván. Mindegy, javulnunk kell.